Sziasztok, Hóli vagyok. Ebben a csatában hoztam nektek egy tankot, mégpedig a cseh Skoda T56-os, hát nem super heavy, de egyébként én egyre jobban kezdem élvezni ezt a tankot. A tankról nagyon sokat nem szeretnék beszélni, van egy elég jó gánya, igaz, hogy a 208-as átütés az nem sok minden elég, úgyhogy én csak golddal használom ezt a tankot. Van egy eléggé beteg átlagsebz, egy alfánk, ugye 460-akat lövünk, 3,5 szekenként lőjük ki a lövedékeket, és én 21 szeket töltök, ami igazából teljesen jó, egy heavynek teljesen jó DPM-ben. Emellé van nekünk egy 8 fokos gunrepünk, szóval ilyen pályákon, például mint Westfielden vagyunk most, teljesen jól lehet használni ezt a tankot. A célzásunk az nem a legjobb, úgyhogy én használok rajta célzó rendszert, de még ugye nincsen kifullozva a tank, ugye teljesen más felszerelések fognak rákerülni, mert eddig nem játszottam vele, most elkezdte adni igazából ezzel a csatával, illetve megszerettem egy kicsit ezt a tankot. Tier 9-ben vagyunk, úgyhogy lássuk, hogy mit sikerült összehoznunk ezzel a tankkal. A sebessége az nem a legjobb, azért az kicsit lehetne gyorsabb. A páncél az viszonylag troll, mert 220-as páncélunk van, ugye le van kerekítve plusz rétegelt, viszont sikeresen kaptunk egy hatalmas kupolát, amit egyébként be lehet lőni könnyedén, nem is kell hozzá nagy átütés. Igen, ide azért egy Conquerorhoz kevés a 8 fokos gundep, főleg úgy, hogy mondjuk nincsen sok TD-jük, de azért nem akartam bekapni nagyon sok sebzést a csata elején. Viszonylag gyújtják ezt a tankot, szóval érdemes rárakni egyébként tűzoltást, mert skillnek, mert azért rendszeresen kigyújtják ezt a tankot. Nincs hangja a játéknak? Vagy csak én nem hallom. Na mindegy. Tehát csata eleje igazából ott nagyon sok mindent nem kell beszélni, mert ugye bejöttünk heavy sorra. A 248 a goldunk, azért az már egész jó teljesítmény ide. A T95 az problémás, mert azért igen, az attól kicsit úgy megijedtem, hogy az megérkezik. A VK az nem is volt nagy probléma, inkább a T95, ami problémás, és ugye nincsen csőrehajlásunk rá, nincsen gundepünk rá. Igaz, hogy neki sincs csak toronyba, de nem kockáztattam, hogy beüsse a tornyomat, mert azért a heavy sor nem áll olyan jól, többen vannak ők szerintem így ránézésre, mint mi. Úgyhogy itt próbáltam arra játszani, hogyha megjön, akkor letrekkelem, vagy alvázat lőni. A VK-val nem foglalkoztam, mert az... Igen, ez egy remek lövés volt, nem is értem, hogy hogy. Igazából görgőt akartam neki lőni, mert az sebzés plusz track, de sikerült a tanknak az oldalát ellőnöm. Ugye egyébként, amíg a Conqueror nem jön föl teljesen és nem lő minket hátba, addig egyébként teljesen jó vagyunk. Szerencsére az ISM letrekkelte a T95-öt, akinek, ahogy néztem, nincsen javító skill a tankján. Ugye én még mindig töltök, szerencsére nem engem lő a VK. Itt ezt a lövése értem egyébként, mert itt a hasa az be kellett volna, hogy menjen goldal. Nem volt beforgatva egyébként, nem volt akkora szög, hogy ne tudjon bemenni. De hát nem baj. Igazából egy tárat tudtunk eddig kilőni, 475 és 488 a 703-ba. T95 meghalt, nem volt javító skill-je szegénynek. Viszont ugye gundepem nincsen a VK-ra se. Úgyhogy itt nem kockáztattam egyelőre. Illetve itt bevállaltam, mert az a VK az nagyon nincsen jó helyen, úgyhogy egy lövést bevállaltam tőle. Nagyon nem adta a sebzéseket, de itt egy 512-es bement a hasába. Viszont kaptam én is 507-et, ami azért sok. Itt az IS-6B volt a prió, csak ugye még töltök, hogy azt le kéne onnan szedálni, mert ugye azért az free damage. Meg ugye itt van már tornyom, gundepem. Annyi pont nincsen, hogy el tudjam lőni, de mivel előtte magát, ezért nyugodt szívvel
ki tudok tárazni a tankon. 404 és 459, úgyhogy azért, hogyha kettőt be tudod vinni, azért az eléggé jó ezzel a tank, hogyha mind a kettő betalál, és mondjuk nem lovrolt lősz, hanem azért egy high rollt bead. Ugye 500 fölötti sebzésre gondolok itt. 7-7 az állás, a heavy sor a miénk, viszont rengeteg medjük van, plusz egy lightjuk, ami problémás ugye ezen a mappon, és egy tankkal mennek, mert azért itt látó távolságból meg lehet oldani szépen a csatát. Itt a TNH volt a prió, hogy azt ki kell szedni. Meg is van. 8-8 az állás. HP-val rosszabbul állunk, főleg, hogy van még fullos borász. Ugye a T-103 most kapott egyet, plusz a túloldalon van még két darab med, ami azért problémás, főleg, hogyha mondjuk kispottolnak és a túloldalról lőnek meg, mert a mi medünk az nem látja őket. Mondjuk azt nem is értem, hogy a Chariot írt, azt most nézem a csatát, mert ugye a csata közben nem néztem annyira, hogy mit csinálnak. Igen, a Standard B az problémás, mert azért ez nem egy sniper löveg, viszont spotra jó. Meg is kaptuk a spotot. 302 spot damage a Standard B-be. Megyünk HP-val, viszont itt még mindig a probléma az, hogy ezért vannak medjeik. Igaz, hogy hárman szinte fullosak vagyunk, illetve ketten fullosak. T-103 ugye az oldalasan áll. 2864 sebzésünk van és 551 spotunk. 3415 kombinált. És a gunmarkon azért szépen húztunk fölfele. Itt ugye én spoton vagyok, mert valószínűleg a Standard B lát engem. Ugye ott áll egy bokorban a domba, hogy följössz. Ide is lőttek, csak nem találtak el. Inkább betöltök, hogy legyen két lövés betárazva a tankba. És ugye itt van az, amit mondtam, hogy probléma, hogy mi nem fogjuk őket látni, hiszen se nekem, se a CC-nek ISM-ről ne beszéljünk, nincsen látónk, Standard B az nem fog nagyon kimenni. Viszont a szembe lévő Standard B-nek kéne spottolnia egyébként, mert neki azért van HP-ja, meg van látótávja is. Úgyhogy mondjuk itt nagy vagányan kiálltam a mező közepére, hogy hátha, de semmit nem látok. Azért az 517 az bement oda, az már szép. Amikor 500 fölött lövök ezzel a tankkal, azért az mindig jól tud esni, hogy azért a szép sebzés. A második az éreztem egyébként, hogy meg fog állni, úgyhogy csak hát mondtam, ez nem egy sniper löveg, szóval ezzel nehéz azért lőni, meg eléggé száll is a lőszer, szóval nincsen nagyon sebessége a lőszerünknek. 11-11 az állás, de még mindig ott vagyunk, hogy nincsen látónk, és a Standard B meghalt a túloldalom. Sajnos. Én is spotton vagyok. Itt nem tudtam, hogy mi lát egyébként, mert szerintem én nem értettem, hogy mi láthat, amit én nem látok, vagy amit a CC jobbról nem lát. Igen, az volt a tervem, hogy elmegyek körbe, mert ott egy biztonságban vagyok, kettő toronyból azért látok, mert hogy ki tudok víkelni, és kicsit jobban be lehet látni ezt az egészet, mint hogy itt állunk a házak között, és három oldalról látóból akár leszednek. Főleg, hogy a CC-t már nagyon lövik, amit sajnáltam, mert nem volt rossz játékos, és itt azért kicsit problémás volt, hogyha a CC meghal, ráadásul el is vesztette az összes HP-ját, akkor az udest látott, itt kiderült. Hát igen, ez a 394, ez erről beszélek, hogy ez azért nagyon, nagyon lovról, sajnos, de hát van ilyen is, nem adhat mindig 500-at. Itt megvárom, hogy leessen a spot, mert nem akarom, hogy tudják, hogy merre indulok. Úgyhogy ilyenkor inkább elindulok egy másik irányba, még amíg tart a spot, hogy eltűnjek. Töltök egy újat, mert igazából bőven van időm. És sejtettem, hogy itt lesz egy Standard B, mert az nagyon eltűnt, mióta utoljára láttam. És szerintem azt spottolta ki a CC-t, meg engem is egyébként. Bár mondjuk engem nem biztos, mert én azért jó sok ház mögött voltam. De azon gondolkoztam, hogy a Standard B sanszos, hogy itt lesz, vagy az LC, és inkább hátulról fognak bekerülni mögénk, hiszen ők tudják, hogy mi hol vagyunk. Be vagyok töltve, igazából HP-m van,
úgyhogy itt annyira nem problémáztam azon, hogy mi lesz. Hát igen, nem egy sebességmámor ez a tank. Az udes az ott van, annak örülök, mert nem lesz ebből probléma. És jól sejtettem, és itt van a Standard B, aki ugye háttal áll nekem, viszont nincsen esélye betölteni. Mert azért 3,5 szek alatt letolatni, megfordulni, becélozni és még el is lőni, azért az eléggé kivitelezhetetlen. Úgyhogy a hátunk az megtisztítva, viszont mindig van egy LC meg egy borász, aki ráadásul szakaszban van. Az ISM az ráment az UDES-re, amivel nincsen probléma, csak hát HP-ja nem maradt mellé. Viszont a Standard B az bemegy a fenekébe az UDES-nek és azt megoldja, ami tök jó. Viszont mi mindig ott vagyunk, hogy van két darab tankunk, aminek van látótávolsága és van kamója. Nekünk pedig két olyan tankunk, aminek nincsen kamója se látója, és egy tankunk, aminek van, viszont nincsen HP-ja. Itt már spoton vagyok, itt vagy az LC, vagy a borász van velem szemben, úgyhogy mutatom is, hogy igen, az LC állt ott. És azért ezek a lövések, hogy ilyeneket be tud adni, de valamikor pedig azt nem találom, ami előttem áll konkrétan 3 méterre. Hát igen, itt vannak a problémák, a Standard B-nek 3 HP-ja van, nekem van még 1100 HP, ami nem rossz, viszont innentől kezdve, hogy teljesen nyitott a tér, innentől kezdve ők látóval meg tudnak engem enni. Érdekes, hogy az LC nem látott meg egyébként, ezt nem tudom, hogy vagy folyamaszpotton vagyok, de szerintem nem látott meg. Hát a borász jó lett volna külön, de hát az olyan szinten pixel lövés, hogy azt engedjük el. És akkor ugye itt van a probléma, hogy egyedül maradtam. Van 4893 sebzésem, 951 spottom és 2 killem, viszont még van HP-m. Itt az volt a tervem egyébként, hogy egy oldalon kell maradnom, mert azért frontból nem biztos, hogy el fogják sznájpolni a tankot, mármint hogy be is ütik, és inkább, inkább egy oldalról megpróbálom letartani. Itt írja a Standardből, hogy menjek el foglalni, de hát esélytelen, mert ha bárok foglalni, látóból szétszednek, úgyhogy itt a foglalás egyáltalán semmilyen módon nem játszik ebben a csatában, hogy én elmenjek foglalni. De az LC fönn van a dombon előttem nagy valószínűséggel, azért lát, vagy ha nem is a dombon, akkor előttem a bokorsorban, vagy ott a kis dombon, de azért blindoltam egyet, illetve kettőt. Ugye itt spotton vagyok, most nem, de majd mindjárt megint spotton leszek, úgyhogy megint kell 10-12 másodperc, hogy eltűnjek a látóból, ugye most számoljuk. Ugye itt úgy csinálok, mintha itt maradnék a bokorsornál, de kellő távolsága ahhoz, hogy lehessen a spot. És ugye itt az volt a gondolkozásom, hogy nagy valószínűleg tudják, hogy én itt vagyok, és tudják, hogy én nem látom őket, ők viszont fognak engem látni, ezért sanszos, hogy kerülőből fognak jönni, illetve a túloldalról, és ezért úgy voltam vele, hogy mivel segből nem fognak rám jönni, mert annyira nem hülyék szerintem ő se, hogy ez egy-egy lövés tank Skodár rájöjjön, amikor tudják, hogy itt állok, ezért fix, hogy szemből fognak jönni, illetve szemből akarnak kispottolni és ugye meglátni, ezért beálltam egy bokorba passzívra. Igaz, hogy nem látok, de annyit látok, hogy ha jönnek, akkor őket meg fogom látni. Ha pedig ugye hátulról jönnek, ahol az előbb álltam, ott sincsen probléma, mert akkor kapok egyet-kettőt, talán rá tudok fordulni és el tudom lőni. Úgyhogy itt attól nem féltem, hogy hátulról fognak jönni. A szembeni dombot azt fogom látni, hogyha ott jönnek, igazából, hogyha szélé jönnek, szóval ennyi látótávolságom azért van, 400-420 métert látok. Talán körülbelül. Ugye itt még az is kérdés volt, hogy ugye nincsen időnk, és hogy ők elmennek foglalni, és akkor ugye viszont már nem fogok odaérni a base-re, sőt meglátni se fogom őket. Úgyhogy itt két opció volt, vagy az volt, hogy elmennek foglalni, és akkor vesztünk, vagy mázlim van, és kispottolom őket szemből, és lelövöm őket, meg beadja. És be is jött egyébként, mert keresnek engem, és az LC-t beadta, 59-ről el is sznájpoltam. Szóval vannak olyan, és mindentől kezdve, hogy a borász rám lőtt, tudom, hogy hol van. De ugye, hogyha fölmegyek, és ugye mutatom, amit az előbb mondtam, hogy arra megyek, amerre ő van, hogy lássa, hogy én felé megyek. És ahogy lejárt a spottom,
megyek a másik irányba, mert nagy valószínűséggel éreztem, hogy a borász az majd kerülőbe akar nekem jönni, hiszen egy tárból meg tud lőni. És direkt erre jöttem egyébként, mert éreztem, hogy valahol erre fog kóvályogni, mert frontból nincs esélye, viszont oldalról meg segből viszont van. És be is jött ismételten bejött az elképzelés, úgyhogy ebben a csatában mindent beadott ezzel a tankkal. 5293 sebzésem lett, 951 spottom és 4 killem, és megnyertük a csatát 46 másodperccel a csata vége előtt. Úgyhogy itt a számítások bejöttek, a matematika kijött. Igazából le tudták volna hozni, meg tudták volna ezt jobban is oldani egyébként, mert esélyem nem lett volna látóból, sőt kamóból, bármiből is megoldani ezt a dolgot. Ha meg elmennek foglalni, akkor sincsen esélyem visszaérni, sőt még kispottolni őket. De hát ugye menni akartak, gondolom, a topgárom az LC-nek topgánya lett volna. Hát ilyen az, amikor azt mondják, hogy aki sokat akar, de nem csinálták rosszul, de ezt azért le kellett volna, ezt illett volna lehozniuk, maradjunk annyiba ezt a csatát, és Koda ellen, aminek nincsen látótájba se kamója, és egy eléggé nyitott mappon vagyunk, mert igazából csak oda-vissza kellett forogniuk, amit megcsináltak, mert átforogtak, csak hát az LC-nek nem úgy kellett volna ott lent rongyolnia. De ettől függetlenül egy jó csata volt, nem rossz ez a tank egyébként, nagyon goldigényes sajnos, meg az a kupola a tetején az nagyon, nagyon nem kéne, de ettől függetlenül akinek megvan, jó játékot kívánok vele, és sok gammárkot, úgyhogy köszönöm szépen, megnéztétek a videót, ennyi igazából, sziasztok!